Halihó is esti fény mindenkinek, és Zsezsicske, és folytatom a Plants vs. Zombies-t. Dodi háttérben klattyog egy sort, úgyhogy ne is zavarjon titeket, Dodi csak úgy el van a háttérben, meg minden. Ha én nem vagyok a háttérben, akkor azt mondjuk hallják. Jó. Na, na, akkor folytatás következik. Nagyjából jó a zenebeállítás is ilyet. Még nem kezdek bele a minijátékokba, majd abba. Ha egyszer már végigvittem a kaland részét. Tirin, tirin, tirin. Good ember. Na most egy kis nehezítés van a játékban, van köd. Észre lehetett venni. Mi azt jelzi, hogy nem fogjuk látni az ellenséget. Úgyhogy... Ilyenkor az érdemes olyan... dolgokat vinni magunkkal. Ami... hát viszonylag olcsó, mert ugye éjszakai pályára eleve jellemző, hogy nincs nap annyi, mint a nappali pályákon. Úgyhogy... mindig az olcsó dolgokat kell vinnünk magunkkal, hogy ilyenkor nem is érdemes se, hát borsót, meg az ilyen dolgokat, a nappali növényeket csak akkor érdemes, ha nagyon könnyű a pálya. De most még ugye kevés is a növény is, meg a nap is, ilyenkor még olcsósítanunk el magunkat. Na. Gerebje van? Nincs. Ezt mindig érdemes venni. Na go. És jön a kis felhő, most még csak ideig tart, de később majd tovább. Fog valamikor ideig fog érni majd. Ping, ting, ting, ting. Na. Még azok nem kellenek. Most is jelzés. Hát még valamilyen szinte azért látni lehet a köd mi által így, hogy a hiába takarja, de a felső, még itt alul még azért látszódik, hogy hol jönnek a zombitoszok. Na nézzük. Még mielőtt megkérdeznétek, Dodiék, éppenséggel Mass Effect-en mennek multizni, és épp megbeszélik a szerver adottságait. Ugye, drágám? Na, ennyi. Lehet, hogy nagyon hosszúnak fogjátok érezni ezt a zombi sorozatot, de kell is ez a hosszú idő, mert ameddig én ezt veszem föl, mint a Plants vs. Zombit, addig a Mass Effect 3 multiplayeres részének karaktereit, meg ugye a szintement, meg még minden, sok mindent fel tudok fejleszteni. Mert mint mondottam, velem a játék az igencsak genya volt, mert Isten igazából sok mindent nem adott. Ez alatt értem a karaktereket, meg a fegyvereket, ilyesmiket, úgyhogy kénytelen vagyok ezt csinálni. Még tart egy ideig, úgyhogy még nagyon sokáig, hát próbálok viszonylag kevesebb időt szánni rá, hogy ne unjátok el magatokat, mert jaj, ne jön az őrült. Nagyon sok időt nem menjen mégiscsak rá, mert annyira nem erőteljes játék. Jól van. Na. Próbálok sokat beszélni, hogy Dodinak a dolgait ne halljátok, de... Ja. Ne legyen. Jaj. Milyen titok! Nem az, csak hát... Minden áthallatszódik. Na, majd végül is hát remélem annyira feltettem a zenét, hogy pont nem halljátok Dodit, hogy mit. Ja. Az igazság. Mert még jó egyéb dolog.
Na. Tényleg. 10. Ugye? Mhm. Na nézzük. De. Az odát nálunk is van. Na, látjátok, itt van a megoldás a ködre. Következő szint. Olyan furcsa, hogy én most úgy értelemben nem tudsz hozzászólni a dolgokhoz. Látni és hallni is. Mi a franc? Nem nyúlkálsz. Videófelvétel ott nincs nyúlka piszka. Nem. Akkor sincs. Nincs nyúlka piszka. Ja. És most megvárja, hogy elindítsam a játékot. Az öcsém nevét nem mondja hangosan, azt nem tudja. Nem tudják, de most már tudni fogják. Hány nem. Ne, ne, légy. Dodi, ne csinál. Hát még. Ez az, hogy még nem nyúltál hozzám, de már félek. Nem! 18 pluszos! Ne! Karika most. A karika, nem. Dodi, nem lesz 18-osom. Jó, ha azt akarsz, akkor nem tudom, keresd meg a megfelelő izét. Megtartam igen. Na jó, nem tudom kezdeni, tudom, félre kell lenyomni a kesztyű gombot, mert tudom, hogy ez még nyúlkálni fog. Nodi! Nem! Nodi, add vissza az egeremet! Na... Jó, oké. Nodi, nem tudok miért a játékra fogom centrálni. Nem hittem a játékot hátkóra. Ja, kösz. Nem tudod beállítani, ezen nincsen szintek. Én nem hittem a játékot hátkóra. Ja, az én magamon belüli szintem. Ja, köszi. Tényleg. Drágám. Egy tekintés hátra. Jaj, Dodi, ott maradsz. Nem bírok már, hogy te. Már ha megmozdul a... Mert ahogy mozgatja a székem, mert már akkor automatikus. Nézzek hátra fel, ugye nem. De jó. Ja. Nodi? Ding. Meg van. És megvárja, hogy most teljesen elmélyüljek a játékban. És majd a leg... Izé? Nem. De jó, kimegy a szobából! Ah. Ah, Istenem. El szoktunk így lenni néhányszor. Hol voltunk? Én hol voltam? Ennyire nem megy. Na jó, hát ez így komoly. Nyö. Mehetnek ezek. Most azért nem tettem be lámpát, mert úgy sok értelme nincsen. Mert hát több mint a... több mint a felét a pályának látjuk. Úgyhogy is igazából nincs sok értelme elkezdeni itt a világítást csinálni, meg hát most lesz neki ilyenjeink, hogy futballista, aminek annyi izé van a búráján védelme, hogy azt nehéz lesz azért meggyilkolászni. Most ilyen egyelőre arra megyek, hogy az első roham előtt összehozzam
hozni annyi védelmet, hogy túléljen. Na. Visszatértél, drágám? Ugye játszol? Nem velem! Ott maradsz. Nem, ülj le szépen, ülj le játszani. Ülj! Jaj, Toni, ne csináld! Szegények most sikerültek meg. Hát igen, itt vagy. Halljuk. Én végül is biztos. Ah, jó, persze. Tök jó, teljesen más mondani, meg úgy reagálok rá. Na. Nézd. Hát igen, ezeket a pályákat azért utánom, mert marha nehezen lehet itt bármilyen féle fajta dologhoz hozzájutni. Mármint pontokat értek ez alatt. Meg a lapocskákra többen sokat kell várni itten. Nye. Ja, akartam mondani, hogy hát kicsit megbüntetett a YouTube, mert a harmadik féltől származó tartalmam van a Mass Effect-ben, de hiába írtam ki, hogy izéhoz ékítem a származik, és elméletileg fél évre el vagyok tiltva a bevétel szerzéstől. Az Isten áldja meg, mert ez az egy év, másfél év alatt se gyűjtöttem, egy kanyi vasat se. Szerintem pont ez a két piszlicsári íző, vagy pont ez a fél év fog engem nagyon megakadályozni a baj bevételt szerezzek. Hűha! Úgyhogy... Úgyhogy néztem, hogy jól van, ez most fél évig eltart, ahogy gondolja, tényleg ennyi. Mondd meg izé bátyámnak, hogy vagy ott veszek fel, még azért nem vagyok. Nem a bátyám, csak így hívom, mert ilyen... Viccesen? Na. Jó van, nem kell. Na, mi volt ez a nagyon vicces hozzászólás? Jó, azért mondom. Én így van, hogy Ádám bátyám, úgyhogy csak én hívom így, hogy bátyám közben nem az. Na. Na, mi van, megjöttek a trollok? Közben egy kis tüskét tettem el, hát ha segít. Na nézzük, gyere már, ez. Na végre. Jaj. Úgyhogy a YouTube azt hitte most így nagyon kezdve fog nekem tenni, de úgyis igazából egyáltalán nem. De én ittem bármiféle fajta anyagszerzési... anyag? Bevételszerzésre van itt lehetőségem. Ez az örökké valóság lesz jó szerivel. Nekem végül is biztos. Hát nem vagyok híres. Én nem akaszkodtam rá senkire. Ennyi. Na, igen, most így, ha már így öcsém facsigáról is volt szó, öcsém is elkezd majd videózni. Csak ő a haverjával. Úgyhogy ennyi különbség tuti van. De nem tudom, majd így, nem tudom mert majd vállalni az öcsém. Igen, ez elvetem itt a nővérem. Mi az, drágám, nem megy? Miri-ding, ding-ding-ding. Azaz rákcsáj. Igen, volt rá egy reagálás, igen. Mit mondod?
Aha. Ha nem. Ja, egy másik játék. Ja. Ja. Van ilyen. Ja, igen, valamelyik... Annyira furcsa, hogy Dodival meg együtt beszélünk, és mégis másról az annyira... Együtt kétfelé, igen, drágám, így! És marhára zavaró egyébként. Na mindegy, próbálok tőled elvonatkoztatni. Szóval valaki így beírta, hogy... De jó, köszi, drágám, tényleg egy ilyen minőségi hozzászólásra volt szükségem. Sir Rond. Sir. Isten, annyira bírom, hogy Dodit angolul beszél, tényleg olyan szexis, ahogyan mondja. Na hát, ezt káromkodni tud angolul, azt tuti. Az úgy komoly. Nincsen. A káromkodni tud. Nem csak úgy, általában rengeteg szerben az, hogy én Dodit így ki szoktam ütni az angol beszédében, hogy drágám, az... Hát... Kennedy senglis, jó. De ahhoz képest mindig mi mondom, ezt nem így kell ejteni, nem úgy kell ejteni, néha olyan szexis, ahogy kimondja, úgy... szóval, hogy így szexis, ahogy kimondja, hát úgy ennyi szóval... Assza a fülemet! olyan, mint az én énekhangom. Villog, villog, villog! Mi van, morzézik? Morzézik, hogy gyere már, gyere már, gyere már! Na, látjátok, itt van egy ballonos zombi, ami ellen a kaktusz a megoldás. De ezt már gondolom egyszer már elmeséltem, csak már megint ismétlem magamat, ami nagyon jó kis. Elérés, na jó, hát most csak ezt hiszem magammal. Gerebjén még van? Van. Akkor kezdhetjük. Jaj. Mondom, ez az játék az inkább akkor jó, amikor így magadnak úgy el vagy, így nincs semmi dolgod, valamivel el akarod ütni az időt. És most nagyon szépen fejeztem ki magam. Tudtam volna mást is mondani rá, az ütni. Jó. Igen, az is jó, de drágám, tényleg. Ja, igen. Azt akartam mondani, hogy valaki írta, nem tudom ki volt az, hogy most kezd izgalmas lenni a játék. Na hát, erre én már nem tudom mit reagálni, de azt, hogy most izgalmas a játék. Elképzelem, hogy nézi a videót, Úristen, jön a zombi! Hát igen, egy idő után izgalmas tényleg, de ez még nem az a része. Ez még a kicsit egyhangú, kicsit nehéz, kicsit könnyű, meg itt tudom én. Ez még annyira nem nehéz ez a része, hál' Istennek. Majd a második kör ebből. Ó, az már komoly lesz. Próbálom gyorsítani az eseményeket, de hát... Megy a Mass Effect-es megbeszélés a hátam mögött. Tényleg. Hát, ha ez most élő lenne, akkor tudnám mondani, hogy há-há-há, akkor most döntsétek el, melyiket akarjátok hallgatni. Nem volt vicces. Ó, kaktuszt is kell ültetnem. Ó, pacs. Nem csak most így tervezésileg, hogy hogyan ültessem a dolgokat. És így most esetleg, hogy még valami mást is kell